Az iskola első nyílt napján volt egy közös megnyitó a nagy templomban, ahol bemutatták az iskolát. Szerettünk volna egy különleges ajánlatot nyújtani erre a mai napra, iskolánk első nyílt napjára ebben a tanévben. És ez azt jelenti, hogy összesen 3 tanórában volt egy közös megnyitó ugye először a nagy templomban, ahol egy kicsit bemutattuk az iskolát, és akkor ezután következik az a rész, aminek éppen tanulni lehetünk most itt a háttérben, hogy 3 tanórában összesen 4-4 lehetőség közül választhatnak a iskolánk iránt érdeklődő 8-os diákok, és akkor ez nagyjából le is fedi a képzési lehetőségeinket. 6 képzési területünk lesz, mindegyik gimnáziumi képzés, ebből 5 emelt óraszámú, ezek az angol, a biológia, kémia, a matematika, fizika, az informatika, vagy most már digitális kultúra, illetve 5. a magyar történelem, valamint most már 2. alkalommal hirdetjük meg az általános gimnáziumi képzést, amit én azt szoktam mondani, hogy azoknak javaslunk, akik szeretnék egy kicsit az általános iskolás biztonságot folytatni, amikor még nem köteleződnek el semmilyen irányvonal mellett, amikor lehetőségük van az érettségi tárgyakat egy kicsit nagyobb óraszámban tanulni, és akkor mondjuk 11-ben, hogyha választanak egy fakultáció kapcsán, akkor bőven elegendő az a 2 arra szerintem, hogy még egy kicsit megismerjék önmagukat és saját lehetőségeiket, az iskolát is akár, és akkor ezt is szeretnénk folytatni, ezt az általános gimnáziumi képzést is tehát. Láttunk jelmezbe öltözött gyerekeket is, de lesz kísérletezés, nyelvtanulás. Hála Istennek a lehetőségekhez képest úgy gondolom, hogy egy nagyon szép számú vendégkörrel találkozhatunk ma, úgyhogy abban bízom, hogy tetszeni fog nekik. Ugye nálunk a 2 nyílt napnak a tematikája az nem ugyanaz. Ez az első az, amikor valóban például egy latin nyelv kapcsán ilyen ókori öltözetekbe öltöznek be a diákjaink, még adott esetben 1-2 kolléga is, és akkor így próbálják bemutatni a latin nyelvnek a gyökereit, ahonnan aztán eljutunk a tudományok nyelvéig, de történelemből is a diákok tartanak például előadást, magyar óránk is van, illetve hát minden képzési területünk megjelenik valamilyen formában. A szülők előtt is nyitott az iskola, ma is többen érkeztek gyermekükkel. Így van, természetesen általában azért diákok érkeznek, de mindig van 1-2 kolléga is egyébként, általános iskolás kolléga, aki szívesen eljön egy-egy ilyen rendezvényre elkísérve a saját diákjaikat, és a szülők közül is néhányan meg szoktak jelenni, őket is szeretettel várjuk, és közülük is többen be is mennek ezekre az órákra. A 2. nyílt nap januárban lesz, ott is sok érdekes dolgot láthatnak majd az érdeklődők. Most ugye úgy van, hogy január 9-én indulunk újra, nagyon bízunk benne, hogy valóban így lesz, és akkor január 11-én szerdán várnánk szeretettel minden iskolánk iránt érdeklődő diákot akár újra. A mai napnak az a tematikája, ha már használtuk ezt a kifejezést, hogy amellett, hogy megmutassuk azokat az irányvonalakat, amikben én úgy gondolom, hogy jó ez az iskola, amellett azokat az érdekességeket is mellé tudjuk tenni, amelyek valóban csábítóak. Viszont hogyha valaki ellátogat a januári nyílt napunkra, akkor ott pedig nem változtatunk semmit az órarenden, hanem valóban amilyen óráink aznap vannak, azokra bármelyikre be lehet ülni, és akkor ott pedig egy ilyen hétköznapi hangulatot fog kapni majd a kedves ide látogató vendég. A határidők még odébb vannak, a szülőknek és a diákoknak még van ideje dönteni a továbbtanulásról. Így van, ez február 15-e szokott lenni hagyományosan, tehát a középiskolába való jelentkezésnek a határideje. Itt az általános iskolás osztályfőnökök jellemzően nagyon nagy segítséget szoktak adni a szülőknek az adminisztratív részét, illetően a dolgoknak. Úgyhogy nyilván ez úgy szokott történni, hogy azért legkésőbb a téli szünet utánra ki szokott rajzolódni a dolog, és nem kell ezzel az utolsó pillanatig várni, de a határidő az február 15-e. Szeretném úgy hinni, minden jel arra mutat, hogy ez így is van, hogy egy valóban színvonalas oktatást tudunk biztosítani a diákjainknak, kiegészítve olyan kulturális lehetőségekkel, vagy sportolási lehetőségekkel, és szerintem egy kifejezetten érdekes és színes diákélettel is, ami valóban tartalmassá tudja tenni azt a 4 évet, amit bízom benne, hogy minél többen itt képzelnek majd el.